Sziasztok! Szeretnék ismét bemutatni nektek egy remek készüléket, nevezetesen egy SLBD3-as típusú lemezjátszót, amely egy C6-es lemezjátszó. A készülék alapvetően a Technics tornyom része volt, de időközben egy picit komolyabb direct drive-os készülék került a helyére, amely még nincs teljes pompájában, de műszakilag kifogástalan állapotban van. És mielőtt tovább mennénk, szeretném a kedves vásárlóm Ákos pozitív visszajelzését bemutatni nektek, aki egy szintén Technics szívhajtású 230-as készüléket vásárolt, és volt olyan kedves, hogy megosztotta velem, hogy milyen környezetbe helyezte a készülékeket, nagyon boldog vele, és újra tudja élvezni retro lemezeit. És ezek után akkor nézzük meg a szokásos teszteket a készülékről. Szokásos módon körbeforgatom a készüléket. A készüléknek rugós lábai vannak, rugós gumi lábai. Próbáljuk nem ledobni a készüléket. Egyébként elég nehéz készülék. Ugye a Technics ezen a készüléken külön bedugható RCA-t alkalmaz, illetve földelőkábelt. Őszintén szólva, én a földelőkábelt mindig direktbe bekötöm, mert azt tapasztaltam, hogy kontakthiba előfordulhat, illetve el is tudjuk veszteni. Nagyon könnyen és nagyon speciális dugóval rendelkezik. Zsanériai rendben vannak. Ugye a tű az egy Technics P30-as eredeti gyári tű. Gyakorlatilag gyárilag be van állítva a tűnyomás, illetve az anti-skating. Alapvetően szépnek mondható a készülék. Most nézzük a szíjhajtású Technics lemezjátszót. Ugye sebesség állítással, pitch controllal rendelkezik, sztroboszkóppal, illetve különlegessége, hogy ismétlés funkciót is támogat. Emellett start-stop rendszerű, tehát teljesen automatikusan a kis pöckök segítségével érzékeli a lemezméretet. Ennél a készüléknél tulajdonképpen az anti-skating értelmét veszti. Azért nézzük meg, hiszen gyárilag van beállítva a készülék. Meg is nézzük, hogy pontosan hány gramra. Jól van, a készülék elindul ilyenkor. Karliftje szépen működik a készüléknek. 1,32 g-ra van állítva gyárilag a tűnyomóerő. Nem is nagyon lehet rajta állítani, illetve van egy csavar hátul, bizonyos határok között azért lehet állítani, de gyakorlatilag lényegtelen, hiszen ezek a tűk tulajdonképpen ezen a tűnyomóerőn érzik jól magukat. Egyébként, ha nem lenne anti-skating a készüléken, van bent egy gyárilag beállított anti-skating van,
ennél a tűnyomó erőnél gyakorlatilag szinte felesleges. Hát nézzük meg, hogy a gyári érték az mennyire pontos. Tulajdonképpen úgy tűnik, hogy sebesebb. Hát egy nagyon, nagyon pici vibrálás, de ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ez ki van kalibrálva, tehát a anti-skating az tökéletes ilyen szempontból. Ugye a szívhajtású készülékeknél a sebesség is egy picit más értelmet nyer, mint a direct drive készülékeknél, ahol sokkal akkurátusabb, pontosabb beállítás lehetséges. Én már egyébként az előbb megmértem, nekem akkor egy 0,09-es érték jött ki, ami nem mondható túl rossznak. Nézzük meg, hogy most az élő tesztnél mit produkál a készülék. De finoman itt is beállítható. És akkor indítsunk egy mérést. Hát ritkasság számba megy, hogy az élő műsor varázsában jobban sikerül a mérési eredmény, mint amikor ezen kívül méri az ember. De látható, hogy egy 0,06-os érték jött ki, ami nem mondható rossznak. És még a tesztet úgy fogom elvégezni, a lemezlejátszást, hogy egy klasszikus, mégpedig zongora felvételt fogok felrakni, mert ez köztudott, hogy a zongora hang legérzékenyebb a sebességingadozásra. Hogy nézzük meg, hogy milyen eredményt produkál a készülék. Nagyon szépen ereszkedik a karliftje is. Én azt gondolom, hogy nagyon kellemes hangja van. Tartsd gombra, természetesen a készülék leáll. És annyit említek meg, hogy a tűje az gyakorlatilag újnak mondható, mert én amikor ezt a készüléket használtam, akkor az Audio Technikának egy korábban gyártott tűjét használtam. Én ezt az Audio Technika tűt nagyon szeretem, és hát sikerült hál' Istennek még a múlt évtizedből vagy az előttről egy jó párat beszereznem, úgyhogy én ezzel használtam a készüléket. Most visszakerült az eredeti gyári Technics tű. Hát ugye itt is érdemes, amikor az ember leállítja a készüléket, felemelni a karliftet, de most nézzük meg a start-stop funkcióval, hogy hogyan működik. Érzékeli a lemez nagyságát a két kis pöcök segítségével, és a megfelelő pozícióban elindítja a lejátszást.
Természetesen a sebesség állítható ugyanúgy, mint a többi ics-kontoros készüléknél. Szépen beállítható a középérték. És akkor nézzük meg a végállás kapcsolást. Most megkapcsolom az ismétlés funkciót is. Ilyenkor természetesen újra kezdi, és addig ismétli, amíg a off állapotra vissza nem térünk. Az automatika azt is tudja, hogyha nincs rajta lemez, tehát ha lemez nélkül indítjuk el a készüléket, akkor úgymond bolond biztos, és ilyenkor leáll a készülék. Nézzük meg kis lemezzel is a lejátszást. Akkor azért célszerű 45-ös fordulatra átrakni. Nézzük meg a lekapcsolást. Még egy dolgot tehetünk meg, amit eddig is bemutattam nektek, mégpedig az akusztikus visszacsatolásnak a mértékét tudjuk megvizsgálni.
ez fölhelyezek egy lemezt, de kihúzom a készüléket, hogy ne induljon el a pörgés. Elhelyezzük a lemezre, engedjük a tűt, és akkor ismét nézzük, hogyha a hangerőt, illetve a basszust maximumra tekerem. Egyébként úgy tűnik, hogy egész jó. Ilyen, ez is 75-80%-nál kezd el begerjedni. Mert egy picit az előerősítőm is búg. De érezhető, hogy egész jó hangerőn csatol csak vissza. Szintén egész jól rugós lábnak a csillapítása. Nos, hát azt gondolom, hogy erről a készülékről ennyit tudtam mondani. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!